mondom elsősorban, hogy nekünk nagy támogatók az eszmélet folyóirat szervezi ezt a konferenciát, és hát mi csak jókat tudunk mondani a Rosa Luxemburg alapítványról. A másik fő támogató a Transform Europe, akinek Dármás Lendova a magyarországi kapcsolata, persze nem csak magyarországi, és ő meg is kérem, hogy 2 percben szóljon hozzá a megnyitóhoz. Good morning, everyone. Since we have a problem with the translation, I will be very short. I just say good morning once more. As Transform Europe, we are very happy to be a co-organizer of this event together with ESMAMAT, to which we cooperate already for over 3 years, and we are very happy for that. We believe that as a left, the analyzing of the history is absolutely necessary. We have to learn, we have to analyze, and we have to retranslate the history, its consequences, and its implication to nowadays situation. So I'm myself personally looking forward to hear actually these lectures we are going to hear today, and I hope that I will also learn something I have not yet known about this very specific period. So all the best to all of you, and now I give the floor to the speakers and to moderator. Thank you very much. Nagyon szépen köszönjük a Tamás Edomának és Parasz Tanásnak a megnyitót. Négy előadót emeljünk, tehát emiatt a formális tervezés miatt már egyébként is csúsztunk. Azt mondanám, hogy a tudunk teszünk, mint a most indul a konferencia, és meg van ezen a szövetkőszerhez tudjuk tenni. És akkor az első előadót emeljünk mindjárt Parasz Tanás, a történetőmány doktora, a professzor Benyus. Itt a tisztelt szakértőknek
22. decemberére. Idézem. Horthy mondta a követnek, nem lenne szabad a hazafiságot tisztán földrajzi alapon felfogni. Senki sem üdvözle úgy Magyarországot, mint én, ami vörös volt. Idáig az idézet. Ilyenre mindig, és itt tovább folytatja Pap, ilyenre minisztenciákat támasztanak, íme egyes manapság kell megnyilatkozása. Fennáll a visszarendeződés veszélye a Horthy korszakbeli történelmi értékeléshez. Ez a motto, amit azért választottam mottónak, mert már 1992-ben lehetett látni, hogy mit hoz a rendszerváltás többek közt a magyar tett írás számára is. Még a Népszava sem talált egy baloldali történészt, aki a 19-es tanácsköztársaságot interpretálta volna. Akkor két részből áll azért rövid szöveget, egy emlékezett politikai részből, és a tanácsköztársaság fejlődésének ellenmondásos tapasztalatairól. Magyarországon immáron 30 éve gyalázzák a tanácsköztársaság emlékét. A dicsősége 133 napból már régen a gyászos emlékű tanácsköztársaság lett, mint az új emlékezett politika kiindulópontja. A hatóság hívvezet közvetve kormány ellenőrzés alatt áll, és csak egy célja meg az irányítók szeme előtt a gyűlölet felkeltése. A neohortista rendszer ideológusai legyenek konzervatívok vagy liberálisok, szinte kivétel nélkül minden utasítják a Magyarországi Tanácsköztársaság összes progresszív üzenetét, úgy tesznek, mintha ilyenek nem is lettek volna. Mintha csak 100 évvel később is bizonyítani, sőt ünnepelni akarnák a nacionalizmus legyőzte a szocializmus. A mai szerző többsége a magyar és általában az európai tanácsköztársaságokban nem a tőkésrendszer addigi legvédesebb, leginkább embergyomorító válságában. Az első világháborúból való kilábalás, népi útkeresés, a népi önrendelkezés és önigazgatás történelmi kísérletei a kapitalizmus áldozatainak lázadását látja, ami valójában volt. Hiszen a valóságban az orosz forradalom, amely az egész európai forradalmi fellendülés kiindulópontja és legfontosabb ösztönzője volt, főleg a vesztes országokban, megmutatta, hogy a tőkerendszer összeomlásának feltételei között a néptömegek képességé válhatnak arra, hogy felrúgják a régi úri világok privilegizáltak rendjében sok évszázados struktúráit. Érthető tehát a Magyar Tanácsköztársaság a Horthy rendszer Magyar Tanácsköztársaságról a Horthy rendszer úri világa kizárólag a félelemből fakadó vagy gyűlölet hangján beszél. Ezt az új emlékezetet, a tanácsköztárság pozitív emlékezetét a magyar irodalom kiválóságai megőrizték az utókor számára. Én nem sorolok föl neveket, mert tucatszámra lehetne sorolni. Mindezt nem a magunk számára mondom megnyugtatásképpen, hiszen tudjuk, napjainkban is a dalosztálygyűlölet és osztályozás mozgatja az uralkodó osztályok ideológiai és propaganda apparátusait. A cél ugyanaz, nehogy visszatérjen a tanácsköztársaság olyan emlékezete, amely társadalmilag, politikailag szervező gondolat. A tanácsköztársaság legfőbb célkitűzései és rendelkezései ilyen szervező kapacitást jelentenek. Hiszen miről is szólt a tanácsköztársaság? A társadalmi egyenlőség követelése, a közösségi tulajdon, az ingyenes oktatás és egészségügy, egy szóval az osztályelnyomás megszüntetése. Így sorolhatnánk hosszan a tanácsköztársaság pozitív rendelkezései, biztos lesznek azok, akik a bevezető gondolataim után előbb még bőven beszélnek, úgyhogy most kihagyom.
kemény lépjük a felvidéki hadjárat, vagy a románok elleni önvédelmi harcaink során. A nemzetre hivatkozó ellenforradalom, az új osztály, hogy egy újabb fejlődési ellenmondásra mutassuk rá, amelyek előidézték a trianoni katasztrófát, és akik a trianoni békerendezést szavatolták, az annak és a román fegyveres erőknek köszönhetik hatalmuk visszaszerzését. Komolynak látszó történészek munkáiban sem merül fel a magyar uralkodó osztályok történelmi felelőssége az országvesztő háborúért, a háborús népírtásért, magyarok és nem magyarok száz és százezreinek haláláért. Nem merül fel az osztályantropókét története, számukra az egész népforradalom csupán véres bakkanália volt 1918-19-ben. Ennek megfelelően az imperialista világháborúk nemzeti háborúvá igyekeznek stilizálni, mint az egykori kormánypatrióták és fehér demokraták, akik a háború következményeit, a felelősséget az elnyomott osztályok képviselőire, vagy más országunk hatalmi elitjeire, de leginkább magára a tanácsköztársaságra hárították. A mai korszak gondolat és hibásága, emlékezett politikai propagandája mögött a neoortista ideológiai kulturális restauráció és manipuláció egész rendszere áll, amelynek célja minden szocialista és baloldali történelmi fejlemény diszkreditálása egyetlen nagy cél érdekében, hogy felértékelje a mai rendszer és történelmi előzményét a holti rendszer. A II. Világháború idején 1 millió magyar haláláért történelmi felelősséget viselő 19-es fehér terrorista Horthy Miklós a most regnáló miniszterelnök egyenesen nagy állam férfinek nevezte. Ám a mai mainstream emlékezett politikai irányzatok képviselőinek gondolva sincsen felvezetve a bölcsesség jeleivel. Semmi jele annak, hogy érteni. A tanácsköztársaság azért győzött, hogy könnyen ért, mert nem volt beleszedve stabil, életképes polgári liberális alternatíva. Tegyük hozzá, még ma sem létezik ilyen sehol Kelet- és Közép-Európában. Vagyis a tanácsköztársaság nagy belső erőkre támaszkodhatott, ma mondanánk az igazi nemzeti erőkre, és bukásra köszönhető idegen erőknek az antantak és a román katonai támadásnak. A második részben a tanácsköztársaság ellenmondásos tapasztalatait vázolnánk föl. A régi szemét, mondhatnánk Marxtal, annak ellenére tért vissza, hogy a tanácsköztársaság 133 napja igen jó feldolgozott tematika a hazai historiográfiának. A tanácsköztársaságnak szemben elméleti és történeti, helytörténeti szakmunkák száma valószínűleg több százra, több ezerre tehető. Mindennek nagy többsége természetesen még a Kádár rendszerbe keletkezett, amely egy idő után kezdte úgy felfogni a tanácsköztársaságot, mint saját legitimációs ideológiájának részét, mint magának az államszocializmusnak egyfajta előtörténetét. Ezzel egyfelől szakított a Rákosi korszakba szokásossá vált elhallgatásokkal és hamisításokkal, másfelől igyekezett elhallgatni a munkástanácsot a spontán szocialista közösségi mozgalmak összeerőződő hagyományát. 56 után a tanácsköztársaságot éppen az államszocializmus önigazgatói meghaladását célú kitűző irányzatok hívták zászlajukra. Gondoljunk csak a marxizmus reneszánszára a 60-as években, amelynek keretei között a szocializmus új demokratikus filozófiai megalapozása jött létre, mindenek előtt Lukács György, majd az emigráns Mészáros István munkásságát. Mondhatnám azt is a 19-es Lukácsnak. Ebben a kontextusban gondoljuk csak a Sinkó Ervin hírneves könyve, az optimisták alapján készült filmre és a körülötte levő ellenmondásos tapasztalatokra. Közismert, hogy a Magyar Tanácsköztársaság az európai forradalmi hullám részeként győzött, és vereségén is összefüggő
létezéseit csak egy hajszálló múl. A háborút követő általános forradalmi helyzetben Magyarország különös érdekessége abban is áll, hogy az orosz vírus, a szocialista forradalom vírusa a kommunizmus kísértete európai méretekben terjed ki, a Bajor Tanács Köztársaságtól Oroszországig, amit a kommunista internacionáli létrehozása szimbolizált egyfelől. Annak is éppen 100 éve, mármint a kommunista létrehozásában. Másfelől viszont mártírjai jelöli ki konkrét lehetőségeit és horizontját. Rosa Luxemburg és Karl Liebknecht. Lemészállásunk a ortista ellenforradalom és a nácizmus ellenkezésének előírnöke volt. Eközben Lenin azon konfrontírozott, hogy a magyar fejlődésnek az oroszhoz képest civilizáltan voltak, kevesebb erőszakot hoz majd magával, mint Oroszországban, és más emberi úton jutnak el ugyanahoz a szovjet hatalomhoz. Noha Lenin szerint éppen civilizációs erő miatt lesz Magyarország példájának döntő jelentősége, a valóságban ez a több civilizáció nem tett utat magának. Lenin egy másik híres dokumentum az Üdvözlet a Magyar Munkásoknak című írásában is nagyon pozitív fejleményként értékelte, hogy Magyarország esetében ellentétben az oroszországi fejlődéssel a különböző szocialista irányzatok összefogása egy csapásra végbe ment. Utalva itt ugye a kommunista és szociáldemokrata pártok egyesülésére. Ezt kihagyom. A 19-es emigráns Margai előre hivatkozott, akkor már a szovjet népgazdasági tanács népbiztosságára, miszerint hangsúlyozta a nagy latifundiumok felosztásának jelentőségét, mert a földosztás nélkül szinte semmi sem változott meg a magyar falon. A napszámosok semmit sem vettek észre, a kis parasztság pedig semmit sem kapott. Ugyanígy szembeállította a Magyar Tanács Köztársaság és a szovjet fejlődés egy másik összefüggésben is. A Magyar Tanács Köztársaság nagy szerencséjének tartotta, hogy nem a patriotizmus ellenében kellett kiáltani és megvédeni a Tanács Köztársaságot Magyarországon. De ez a tanács honvédelem nem került szembe más népek érdekeivel, húzta alá, vagyis hát a hirdetett internacionalizmussal. Más típusú ellentmondás, de szintén utal a tanácsköztársaság belső viszonyainak bonyolult fejlődésére, hogy míg egyfelől rendkívül alakú intézkedés volt az állam és egyház radikális szétválasztása, másfelől az egyházi lavásgyakorlat korlátozásának tényei kontraproduktív és káros fejleményeket tükröznek. Nem lehet figyelmén kívül adni az újabb többet írás alig gondolt antiszemita értelmezéseit sem, amiről a későbbiekben itt még nyilván lesz szó, úgyhogy itt ellen is térek ettől, csak annyit említek meg, hogy a valóságban a zsidónak nevezett tanácskormány ideje alatt a későbbi ellenforradalmi leszámolás katonai főügyésze Bári Albert számításai szerint a forradalmi törvényszék által halálra ítélt 570 személyből 44 zsidó volt, ami százalékosan tulajdonképpen magasabb, mint a zsidók aránya korabeli magyar társadalom. Mindez az úgynevezett vörös terror osztály jellegéről árulkodik, nem pedig arról, hogy a rendszer vérgőzös politikai rendőrsége élvezetét találta volna a terrorba. No, a terror mellett még számos még visszaélés is történt, amely kétségtelenül nem tartozik a mérleg pozitív serpenyőjébe, de a konkrét háborús pusztulás és demoralizálódás elkerülhetetlenül visszatükröződött a magyar társadalom széles rétegeinek gondolkodásába, beleértve az új hatalmi apparátusokat is. A magyar
kapcsolódott egy jelenség volt. Elindult egy úton, amelyen olyan hatalmat tételezett fel, amely a munkahelyek közösségi elfoglalását közösségi tulajdonán alatt. Az életben maradás feltételeként abból indultak ki, hogy a tanácsköztársaság a népek együttműködésének szellemében a szocialista világforradalom része. Noha ez a feltételezett alternatíva elbukott, részben eleve illuzórikus volt, ugyanakkor ne felejtjük ismétre, a vele szemben levő, a nyugati hatalmak által támogatott kapitalista alternatíva viszont egy olyan kapitalizmus jelent, amely rendélyes középkorias elemeket, autoriter politikai struktúrákat, rezsimet húzott magában. Mindenes új apropát igazán világosá, amikor a tanácsköztársaság levetése után restaurálódott az új világ, amely Magyarországot végső soron belevett a második világháborúba hitleri Németország oldalán. Összefoglalólag, végsőleg, tudjuk, a tudati emlékezeti küzdelmeknek megvan a maguk jelentősége és viszonylag önálló történelmi szerepe a történelmi fejlődésben. Éppen ezért kötelességünk a jövőben is megőrizni a tanácsköztársaság pozitív emlékét és ápolni azt saját humanista hagyományunk szerves részeként, mint a társadalmi öntevékenység, mint a társadalomtól elküldött elnyomó rendszerek felszámolásának egyik történelmi kísérlet. Köszönöm a figyelmet. Nem akarok előre szaladni a későbbi szekciókhoz, mert még nagyon sok izgalmas dolog lesz, de el kell gondolkodni azon, hogy itt összejöttünk 80-100-an ilyen gyönyörű időben, mint amik itt van, és itt egyesek mi gondolkodtak is azon, hogy nem lesz a hallgatóság. Tehát a Magyar Tanácsköztársaság 100. évfordulója jelent a sajtó tükrében is állítom, átnéztem az interneten, kifejezetten nagy érdeklődés van, kifejezetten megemlékeznek róla. Hát még az Indexen is volt egy fiatal ember, a Péterre vitatkozott valamit, állítólag a történész írt is valami könyvet, mindegy, Hatos Géza. Hatos Pál, bocsánat. És kiderül ki, annyira fontosnak érzi az új értelmiség a tanácsköztársaság történetét, hogy képes egy ilyen műsorban, ami megjelenik írásban is, az összes lehetséges 500-szor megcáfolt előítéleteket az orosz és a magyar forradalommal kapcsolatban fölhozni és felsorolni. A német pénzembert forradalomtól kezdve az összes képtelenséget, amit ebben a teremben 2 évvel ezelőtt, még már ennél is többen voltak az orosz forradalom 100. évfordulóján, szaktudósok megcáfoltak. Tehát a tudomány előző kérdéshez kapcsolódom, amit a Gyula vetett föl, a történet tudomány feloldódott tulajdonképpen az emlékezett politikában. Tehát van egy irdatlan méretű szakmai hanyatlás. Nem tudod elkülöníteni az emlékezett politikai aspektust a szaktudománytól. A nyilvánosság előtt gyakorlatilag nullára ment. De miért ezen elgondolkodtam, és egy jobb mindenképp eszembe jutott, és
magam is ezt hangsúlyoztam az ellen.